szia! Tetszett a karácsonyi álom című dal? Gyere, mert megmutatom, hogyan is kell azt játszani. Ne felejtsd el, hogy ennek a videónak a leírásában, ha YouTube-on nézed, van egy hosszú link, amely a dalnak a PDF akkordkottáját tartalmazza. Nyugodtan töltsd le, használd szeretettel, muzsikáld szeretettel ezt a dalt. Még egy annyi, hogy fogok pár Genos, illetve Yamaha használható tippet, trükköt mutatni ebben a videóban. Tartsál velem! A dal 12/8-ban van, 136-os tempóban, a 12/8-os pop ballad nevű stílusra játszottam. Ez egy gyári stílus, nagyon egyszerű. Az akkordokat mutatnám elsősorban. C, E, G, utána F dur, F, A, C, A moll, A, C, E, G dur, G, H és D. Illetve van benne még D septim, ami D, Fis, A és C. Továbbá van benne egy G4 akkord, ami a G, C, D, illetve átvált rendes G-dur akkordra. A dalban pedig később megtalálható két különleges akkord, a D moll per F, ami valójában így illik lefogni, azért mert az F az akkordnak a terce, azt meg nem illik így duplázni, tehát így kellene fogjam a D mollt, ugye, tehát D, F, A, de mivel az F kétszer van, ezért az F-et kihagyjuk a jobb kézből, és duplázzuk a további hangokat, tehát D, A és D. Illetve a C per E lenne az, hogy E, és felül pedig C, E és C. Az egyik Genos tippem, éppen azért, hogy ezt el lehessen játszani, az a bass inversion, vagy a bass inversion, tehát a basszus megfordítása. Hadd mutassam meg, hogy miről is van szó. Rámegyünk a menügombra, illetve a menü 1-esnél van egy Split and Fingering nevű menüpont, itt pedig van egy Fingering Type. Ez a Fingering Type azt jelenti, hogy hogyan is ismeri fel a hangszer a különböző akkordokat. Ez alapjáraton fingeredre van téve, hogyha kilépek, akkor meg is mutatom. Tehát ha például fogok egy F-durt, de nem úgy fogom, hogy F, A, C, hanem úgy fogom, hogy C, F, A, akkor is F-durt ismer fel. Ez egy könnyített változat, hogy ne kelljen hangszeren ugráljunk. És láthatóan gyönyörűen felismeri az akkordokat. Igen ám, de mi van, hogyha peres akkordot kell játszodjunk, tehát hogyha a basszus mást kell játszodjon, mint amit a jobb kéz kell játszodjon, hát akkor rámehetünk ide erre a menüpontra, tehát Fingering Type, és áttesszük Fingered on Bass. Ez azt jelenti, hogy a legalsó hang alapján ismeri fel a basszust. Tehát ha így fogom, például egy F-durt, akkor F-nek ismeri fel, de ha így fogom, hogy C, F, A, akkor F per C, tehát a legalsó hang alapján veszi a basszus hangot. Na most már ezzel a tudással, most már el tudjuk játszani azt a kicsi D-moll per F-et például, így, tehát akkor meg úgy fogom, hogy F, A, D, illetve a C per E-t úgy fogom le, hogy E, G és C. Viszont nagyon sok zenésznek problémát okozhat az, hogy ő folyamatosan ugráljon az akkordoknál, ugye alaphelyzetbe, hogyha egy ilyen dalt el kell játszodjon. Éppen ezért találtam ki, hogy az Assignable gombra, én a B betűre tettem, átteszem ezt a basszus megfordítást, rányomok, hogy Direct Access és B, és előjönnek a különböző beállítások. Én áttettem a B-nél arra, hogy Style és Fingered per Fingered on Bass. És ezzel az egy gombbal tudom váltogatni, hogy most úgymond rendes legyen, vagy basszus megfordítás verzióban. És akkor mutatom is, hogy hogyan kell játszani a dalt. Hosszú utazás, száguldó táj, hó fötte fákra, titkos fényszál, gyorsan fogy az út, már otthon jársz, ott
és akkor megyünk a következő részre. Sok régi emlék, sok régi hang, köztük most újból, s itt átlépek idefelül, kisgyermek vagy. Na most jön a refrén. A refrénnél vigyázok arra, hogy már automatikusan felmegyek, és bekapcsolom ezt a finger don't best, az akkordokat alaphelyzetben kell fogjam. Tehát ez az ünnep legyen, most nem foghatom le így a G-durt, hanem rendesen felugrok alaphelyzetbe. Úgy szebb, ahogy álmodban, s vissza C-dur. Ámoltára, tarara, taram. Megint C-dur. Tarara, páram, s most jön az a furcsa akkord. Tarara, taram. Új lap, melyre bármi írható. Tarararam. Mutatom is a másik két genosz tippet. Lehet, hogy tudtátok egyébként, de nagyon hasznos lehet, hogy a break gombot nem kell külön leütni a variációtól. Tehát le lehet ütni egy időben a kettőt. Aprócska trükk, de talán jó jön egyszer. Az utolsó trükkön viszont az, hogy bemutatnám a pedáljaimot, ugyanis három pedállal dolgozok egy időben. Először megmutatom, hogy hogyan van beállítva a Genosznál, aztán megmutatom maga a pedálokat. A pedálokat a menüben az Assignable résznél érjük el. Nekem három pedálom van, az első a Sustain, ő ugye összeköti a hangokat, stb. Stb. A második pedálom az egy kicsit érdekes, arról mindjárt beszélek egy picit többet. A harmadik pedálom viszont egy volume pedál, ez nagyon hasznos, mert le tudom vele venni teljesen a hangerőt, hogyha lenyomom a pedált, illetve vissza tudom adni, amikor előre van nyomva a pedál. A fill breakről akartam egy kicsit még beszélni. Van egy kapcsolós pedálom, úgymond, amelyet arra használok, hogy a breaket ne kelljen én kézzel leüssem. Nagyon sokszor van, például ebben a dalban is, hogy éppen kell váltsak, hogy tám, pám, pám. Igen ám, de nekem közben már, ahogy leütöm a G-durt, kellene jöjjön a tak, 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 tak a break. De nekem a jobb kezem is foglalt. Biztos ismeri ezt az érzést ma minden zenész. Nézd csak meg! Most leütöm a pedált, és megy a break. Tehát így néz neki. Pam, pam, pam. És láttad, automatikusan, ahogy a pedált leütöm, ő ügyesen csinálja a breaket. Nagyon hasznos lehet. Egyébként azért is ajánlom a break funkciót berakni pedálra, mivel ez az egyetlen gomb a Genoson, amelyik szerintem a leggyengébb gomb az egész hangszeren. Én már kétszer is betörtem, és kellett cseréljem. Úgyhogy már csak praktikai okokból is megéri, hogy azt a gombot sokat nem nyomogatni, hanem egy kis pedállal meg lehet oldani. Akkor engedjétek meg, hogy bemutassam a három pedálomat. A Yamaha hangszerek csak a Yamaha pedálokkal működnek igazából, úgyhogy ezeket ajánlom. A volume pedálom, hogyha teljesen ebben a pozícióban van, akkor most jelenleg leütök épp egy C-dur akkordot, de nem hallszik semmi belőle. Most leütöm úgy, hogy lenyomom a pedált. És persze ez a pozíció az a hangerő, amelyet a hangszeren megadtam. Tehát a hangszeren ajánlatos maximálisan felhúzni a hangerőt, aztán majd lábból lehet állítani azt a bizonyos hangot. A közepső az a sustain pedál, ami összeköti ugye a hangokat. Ez nagyon jól jön, amikor lassú dalt játszunk, illetve zongorával, zongora hangzást szeretnénk elérni, és ugye a zongorának is van sustain pedálja, az igazi zongoráknak, úgyhogy elengedhetetlen egy sustain pedál egy billentyűhöz. A harmadik kis pedálon pedig ő a kattogtatós pedál, ő a kapcsolós pedál, vagy csak egy switch, egy egyszerű bekapcsolás és kikapcsolás. És remélem, hasznos volt és tetszett ez a videó.
Ha gondolod, iratkozzál fel a csatornámra, lájkold, kommentáld, stb. Illetve várlak jövőben is a tutoriáljaimmal. Vigyázz magadra, kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt! Sziasztok!